Több mint 25 éves hagyományra tekint vissza a családi nap a Lila iskolában. A pénteki eseményen elhangzott, fontos, hogy legyen az intézményben egy olyan alkalom, ahol a gyerekek, a szülők és a pedagógusok együtt vannak. A rendezvény jó alkalmat teremtett arra, hogy más formában is ismerkedjenek egymással a megjelentek. A programok között szerepelt többek között aszfaltrajzverseny, QR-kódos kódfejtés, valamint szabaduló szoba is. A színpadot sem véletlenül állítottuk fel, hiszen erre a vacsorát követően felállnak azok a gyerekek, akik szeretnék megmutatni, hogy miben tehetségesek, családjuknak is, iskolatársaiknak is. Egy közös kis tánccal, diszkóval fejezzük be a napot, majd pedig az élővíz csatornánál faleveleken fogjuk útjára engedni a kívánságainkat. Görgényi Ernő kiemelte, a Lila iskola élen jár a közösségépítő rendezvények szervezésében. A polgármester hangsúlyozta, hogy az intézmény a városi legkiválóbb diákokról szóló ünnepségre mindig nagyszámú fiatalt tud delegálni. Idén is csak ebből az iskolából 7 kiváló diák kap elismerést. Olyan tanulók, akik tehetségük és szorgalmuk által különféle nehéz tantárgyakban vármegyei és országos szinten is kiemelkedő versenyeredményeket tudnak felmutatni. Negyed százados hagyománya van a családi napnak, de például az iskola javára gyűjtő jótékonysági est tekintetében pedig a legrégebbi hagyományokra ennek az iskolának nyúlik vissza a rendezvénye. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen építi az emberi kapcsolatokat a tanárok és a diákok, a tanárok és a szülők között, de nyilván a diákok egymás közötti kapcsolatát is erősíti formája, és egy olyan közösséget alakít ki, amelyik még akkor is tartja a kapcsolatot, amikor a diákok már elballagnak. A családi napon a különböző programok mellett lehetőség nyílt közös főzésre, szalonnasütésre is.